repülnek ők, tarulnak ők, de az emberek elvenni otthonuk, álmok és bocsok, nem hagyják maguk. Ó, jöjj hát, szállj, repülj, a kék ég vár rád, tárd ki két karod, ó, jöjj hát, énekel daluk, és te is tarts velük. És akkor mindaz, mi álmodol, valóság lehet, bármit teremt a képzelet. Itt az idő, jöjjenek most a repülőbocsok. A természet védelmezői. A megbokrosodott teherautó. Felejtsd el! Ugyan, Mike, senki sem fogja megtudni. Nem lehet, egy ilyen stikre az állásomba kerül. Dehogy kerül, csak egy hordó. Nekem az az egy hordó is sok. Erik, szabadulj meg valahol máshol a mérget. Autó! Egy szép teherautó! Dudál valami, dudál, kerekekkel, amik forognak, csupa extra rajta. Csendben! Nem is kész. Tűnj el innen, mi szépen mondom. Gyere! Hallom a két lábút! Juhéj! Nyomás! Hé! Áh! Várj meg, Soma! Nézd, vezetek! Vezetek! Itt jön a Brahi Soma! Félre az útból, mazsola! Megütöttem a főnyereményt ma este! Gyere! A költöző madarak csapatai lélegzett elállítóan szép látás. Az előrejelzések szerint az éjszaka felhőtlen lesz. Holnap is csak elszórtan jelennek meg felhők az égbolton. A nap legfontosabb híre még egyszer. Elloptak egy PCB nevű halálos mérget szállító teherautót. A PCB életveszélyes voltáról elég annyit mondanunk, hogyha az a vízbe kerül, akkor az egész folyó állat és növényvilága kipusztulhat a mérgezés következtében. A rendőrség arra kéri a vegyszer jogtalan eltulajdonítóit, hogy a katasztrófa veszélyre való tekintettel ne titkolják tovább a vegyszer hollétét, ami pedig a nemzetközi életre való... Csoma, mi az a PCB? Mint az ABC, de akármi is legyen, fantasztikus tárgyalási pozíciókat kínál. Ó, remek! Soma, mi az a tárgyalási pozíció? Ez az, amivel eléred, hogy a repülőbocsok mindent megcsináljanak, amit csak akarsz. Érted? Még a hátam is borsodzik tőle. Megvan! Te mindig így vezet, Soma. Miért kérdezed? Sose vezettem még. Mi? Ne rinyálj, tudom, hogy kell. Megtanultam a zajládából. Az volt a sorozat címe, hogy egy kaszkadőr titkos trükkjei. Akkor verebben. Jaj, hát ne olyan gyorsan, Soma, tényleg! Csak egy kicsit lenne, hubács! Megyünk mi még két keréken is! Lassíts! Lassíts, jaj! Jucu, mindenki azt mondja, hogy Lola és én annyira hasonlítunk egymásra, mint két tojás. Hogy tudsz megkülönböztetni minket? Ó, én abban a pillanatban tudom, ahogy rád nézek, Jászmin. Te vagy az egyetlen. Á, nekem ez gyerekjáték. Tessék. Nőj nagyra.
Láttátok? Én már elültettem a mai fámat, gyerekek. Ti következtek. De hova ülteted a tiédet, Jászmin? Itt pont a tiéd, Meliócu. Ültess csak. Jól van. Tessék. Jól van, már ültetem is. Igen. Sok siker. Nagy szép magasra. Most mit csináljuk, Jászmin? Hát, elmehetünk a tó fölé és játszani. Mi a véleményetek, Lola? Jól van, Jászmin! Ez olyan vicces! Ó, semmi! Néha minden ok nélkül is nevetünk. Aha, az ikerlányok már csak ilyenek. Az egyik vidám vagy szomorú, a másik is az lesz nyomban. De jó lehet ikernek lenni. Ha Janó és én hasonlítanánk, mi biztos, hogy folyton folyvást megtréfálnánk a többieket. Hé, ki kellene próbálnotok? Várjatok csak, talán éppen most próbáljátok ki rajtam. Hogy mi? Természetesen nem, Jucu. Tudjuk, hogy téged nem csaphatunk be. Igaz. Dina, nézd csak oda, ott vannak. Hey! Hát itt vagytok. Üdv, gyertek, üljetek le. Nem, mindenkinek a rejtek helyhez kell mennie. Azonnal. Miért? Mert Csoma beszélni akar a bocsokkal! Csoma? Igen, és egy hatalmas kétlábú szerkezeten érkezett, ami úgy bőg, mint a mocsári rém. Igyekezzetek! Siessünk! Gyere! Már mindannyian itt vagyunk, halljuk, mit akarsz mondani? A mai nappal kezdődően a következő ételeket szolgáljátok fel nekem és Samunak. Reggeli, mézes tejecske, idei dió, kiwi és ananász szeletek, fekete ribizlis palacsinta tejszínnel. Mi ez? Boronggombát reggelizett? Ebéd. Tojásos omlett, pirítós kenyerekkel és lekvárral. És cseresznyés pite. Fagylaltan leöntve. Vacsora, semmi faxdi, póréhagyma leves, fokhagymás kenyérrel, vegyes párolt zöldség, padlizsán darabkákkal, szeletelt sajtok és friss gyümölcsaláta édességként. Az étkezések pontban reggel 7-kor, délben és este 6-kor lesznek, értve? És mondd, miért álmodod azt, hogy engedelmeskedünk neked? Ó, nagy kiválságú! Ezért. Ó, mi az? A varázspálcád? Nyisd ki! Nézzétek, mi vár rátok, ha nem engedelmeskedtek! Láttátok? Ezt a halálos mérget PCB-nek hívják. És elég erős ahhoz, hogy örökre elpusztítsa a föld alatti forrásotokat. Meg akarod mérgezni az ivóvízünket? Szemrebbenés nélkül. Azután a víz megmérgezi a bokraitokat, a gyümölcsfáitokat, és végül nem lesz mit ennetek. El kell hagynotok szeretett erdőtöket. Tennünk kell valamit. Igen, de mit? Amíg Sománál van ez a szörnyűséges PCB, egy gulyan se nyúlhatunk hozzá. Soma, figyelj rám! Vissza kell vinned ezt a hordót oda, ahol találtad. A szeméttelepen találtuk, Soma ellopta ezt a teherautót, aztán... Csendet! Na hát, egy kis élelem és barátságos felszolgálás olyan teljesíthetetlenül hangzik. Vagy belementek, vagy viszlát, szárnyas mackókáim. Soma, te veszélyes vagy az erdőre és minden lakójára, érted? Jaj, Jucu, ne!
is meg azt a masinát! Jocó, állj meg! Életemben nem féltem még így egyszer sem. A játéknak még nincs vége. Ismerjük be, nincs más választásunk. Most Soma győzött. Menjetek, mondjátok meg, megkapja, amit akar. Feladjuk. Ha leesik az a hordó, semmi sem ment meg minket a katasztrófától! Ó, igen! Hát, bár csak meg tudnék állni! A kulcs beletört a házába, beszorult, nem tehetek semmit! Tényleg? Tényleg! Meg kiszállok! Hé, hey, a rádió antennám! Összetörtem! Bocsánat, Ariadné, nem szándékosan csináltam ám. Ez lehet az az autó, amit a két lábúak keresnek. Ti loptátok el a kocsit? Hát, Soma ötlete volt. Hát, én vezetni se tudok. Tudjátok, hogy mi van abban a hordóban? Igen, de te tudod? Meghiszem azt. A két lábúak egész nap csak arról beszélnek. Egy kevés kellég abból a PCB izéből az erdő egész tönkretételére. Ne idegeskedj, Soma remekül vezet, egyedül csak megállni nem tud. Ugyan?
van fegyere. Ó, de jó, biztonságban vagyok. Kerestél a volánnál? Soma kiesett, hát megpróbáltam megállítani. Hát végül megállítottam. Nagyon gondosan megtisztítottátok a folyót. Most már csak meg kell szabadulnunk ettől a szörnyűséges folyadéktól. Mit mondtál, hol szerezte ezt? A szemétről. Tudom, merre van. Még szép, hogy tudod. Te meg Soma rendszeresen hoztok onnan olyan dolgokat, amivel veszélybe sodorjátok az erdőt. És ez volt az eddigi legrosszabb. Elvezetlek benneteket oda, ha akarjátok, de meg kell várnunk az estét, mert éjjel biztonságosabb. Én is vele megyek. Én is? És mi is? És mi is? Úgy megijedtem, amikor beugrottál abba a kocsiba. A saját testépségem sem számít, ha a többi bocs életéről van szó, de semmiség volt az egész. Ó, hősöm! Ó, ne ugrass, Jászmin! Jászmin, én Lula vagyok. Ó, hát persze, tudom én. Azt hittem, egyből megismersz minket. Hát igen, csak még mindig izgatott vagyok az előbbiektől, ez az oka. Én, amennyit lepülök, Soma, hogy irigyelné ezt? És ez a csodás látvány, kár, hogy éjszaka van. Nappal bizonyára még lenyűgözőbb lehet. Samu, holnál szíves csendesebben ujjongani? Még meghallja a két lábú. Bocsánat! Ami az autót illeti, az nincs meg. De azt a hordó PCB-t valaki, vagy valakik tegnap éjjel visszavitték ugyanarra a szeméttelepre, ahonnan eltűnt. Úgy tűnik, hogy a tolvaj, vagy tolvajok nem volt, illetve nem voltak nagyon elragadtatva a veszélyes anyagtól. Időközben a teherautó sofőrjét már el is bocsájtották állásából. A vállalat pedig, ahol dolgozott, tetemes büntetést fizet azért, mert megpróbálta a mérgező hulladékot a nem arra kijelölt helyen tárolni. További híreink. Egy igazi UFO-t láttak tegnap... Hol van Soma? El kell mondanom neki, hogy minden rendben van már, bizony. Lehet, hogy nem kellene. Soma utálja, ha minden rendben van. Senki. Azok a bugyuta bocsok biztos megbocsátottak már neked. Csak egy kis baráti tréfa volt az egész. Hát, szomszédok vagy nem? Samu, te vagy az? Samu! Jaj! Büdi! Ne! Jaj! Csár, az jó! Ez majd elveszi a szagát. Pillanatokon belül rózsa illatú leszek. Hát, sáros rózsa, de nem lesz borszagom, az biztos. Ne! Nem akarok borszagú lenni! Jaj!
Hát itt vagy, Soma. Mondd, mit csinálsz? No, hát én feltaláltam egy játékot. Igazán? Jogé, játszatok! Itt valami... Büdös, igen. Tudod, ezt a játékot borzzal kell játszani. Borz, ne! Ha már szenvednem kell, miért szenvedjek egyedül? Jaj, de gonosz vagyok. Írta Jean-Pierre Luccioni, zenét szerezte Zsirgé Mayé, rendezte Jean Szálló, magyar hangok. Andrész Kati, Orosz Zoltán, Bíró Anikó, Braun Rita, Csele Ágnes, Fekete Zoltán, Polnándor, Kortai János, Kassai Károly, Lippai László, Pusztaszeri Kornél, Szabó Otto. Szerkesztő Kovács Katalin. Magyar szöveg Dani András, hangmérnök Kovács Gábor, zenei munkatárs Pető Zsolt, rendezőasszisztens Brezina Dunga, vágó Kis László, gyártásvezető Hozorai Katalin, szinkronrendező Varga T. József. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Rexion Kft. Műtermében készül. Védelmezői. Éljenek a tojások. És újra itt van a párzási időszak. Szerelmes hímek keresik azokat a nőstényeket, akik hajlandók meghallgatni édes szerenádjaikat. Még ez is idegesít itt engem. Csendet, nem vagyok madár. A nőstények hamarosan kiköltik tojásaikat félfejőzött fészkeikben. S amikor az utódaik majd felnőnek, ők is családot alapítanak, a természet rendje szerint, így biztosítva a fajuk fennmaradását. Tojás, minden évben, minden fészekben. Ez lenne az a telepocak időszak, amire már oly régen vágyom én is. Mondjuk 3 tojás fészkenként szorozva 850 fészekkel az annyi, mint... Jaj! De 850 szorozva 3-mal az annyi, mint... 2550. Tudom én is! 2550 osztva az év 365 napjával... Pontosan 6,99. Lestél! 6,99, de ha akarod, felkerekítheted ezt 7-re. Mondd csak, mit is számolsz éppen, Soma? 7? Az annyi, mint 7 tojás egy napra? Megütöttem a főnyeremét! Ez aztán a jó hír, az áldóját naponta 7, a kis kisító. Minek is örülünk most, Soma? Samu, fiam, annak örülünk, hogy a te barátod egy igazi zseni. De előbb valami hűtött tárolót kell találnunk. Kit hűtünk? A bocsokat? Nem, te nudli eszű, a tojásokat. Itt a párzás idő, az erdő tele van tojásokkal, sok-sok ezerrel. És én pedig azt számoltam ki, hogy ha a tojások számát elosztjuk az évnapjainak számával, akkor az eredmény... 7 tojás naponta.
Nem rossz. A baj az, hogy hetet nem lehet két egyforma részre osztani. Ki mondta? Öt nekem és kettő neked. Ennél baráti osztozkodás nincs is. Ja, persze. De okos vagy, te Soma. Várj csak egy kicsit. Persze, na. Egyet sem kapsz, ha nem segítesz begyűjteni őket. Jó, jól van, Soma, nekem annyi is elég. Na, csak azt nem tudom, hogy miért. Már itt is vagy? Megcsípett. Mit vártál, hogy mit csinál? Megcsókol? Kénytelen leszek az igen tekervényes kisagyamat is bevetni. Ki kell találni a módját, hogyan juthatok hozzá azokhoz a tojásokhoz. Úgy van. Aha! Megvan, tényleg? Igen, azt hiszem, megvan. 12, 13, 14, 15. Igyekezz, Sisi, igyekezz! Huszonhét, 28. 28 másodperc, nem is rossz, Sisi, tovább! Várj, csak számolok, mit is mondtál, hány fészek is van erre felé? 850, minimum. 850, szorozva 30 másodperccel, az annyi... 25550 másodperc. 425 perc, ha úgy jobb vagy, 7 óra és 5 perc. Ti azt akarjátok tőlem, hogy megállás nélkül 7 órán és 5 percen át csináljam ezt? Sisi, most az egész évi élelemkészletről van szó. Azt hiszem, ez megér egy kis erőfeszítést, nem? Én meg arra gondoltam, hogy a napi 7 tojást 3 egyenlő részre se lehet elosztani. Majd light tojást csinálunk és azt osztjuk el 3 felé, rendben? Ne akadékoskodj! Azt nem szeretem, én rántottát kérek. Én meg tudod mit? Omlettet. A sonkás sajtos omlettet imádom. De hát legalább 3 tojás kell egy igazi omlethez. De Samu, rakjuk egybe a mi részünket. Jó, megegyeztünk. Elég! Ha ti ketten csak ezt csináljátok, akkor még hideg vizetek se lesz, hogy megosszátok. Ne számláld a tojásokat, amikor még a fészekben vannak. Jól van, nem kell hideg üvöltözni. Jaj, hogy... Na mi van? Azt hiszem, megrándult a hátam biztos a mászástól. Nem vagyok hozzászokva. Várjál egy perc, és mindjárt olyan lesz, mint régen. Ujjaj, de jó. Kösz, Samu. Varázserő van a talpadban. Most már jobb, de több fára nem mászom. Hogyan is számíthattam ilyen partnerekre, mint ezek? Mindig és minden csak elrontanak. Nem becsülik más munkáját. Mi nem becsüljük más munkáját? Remélem, a gyerekek majd hasonlítanak. Ha szerencséjük van, lefogadom, hogy az fiú. Honnan veszed? Nem tudom, csak sejtem. Fészekrabló! Gyorsan álcázó hadművelet! Na! Vigyázat, fészek elhagyva, bolha veszély! Soma, vigyázz! Főnök! Főnök, jól vagy? Megártott az a sok tojás, látod, még Soma? Nem fejeztem be! Mit mondtál, főnök, mit? Azt, hogy még nem fejeztem be!
Jól van. Jól van, törököm, nem kell úgy kiabálni. Hihahó, kikapcsoltál a villanyt. A sisakom, ne törődj bele, Sziszi, a légbiztonság miatt ilyen. Nagyon ötletes, nem? Én inkább ravasznak mondanám. Ez meg mi? Az egy fészek, ha jól látom, tele tojással! Megütöttem a főnyeremét, fiúk, jöhet a rezes banda! Tűnj el innen, Soma, mielőtt végig dobolom mind a 12 versorát! A doboly még csak éreznek azon a kótyágos fejeden! Ahogy akarod, aranyoskám! Ja. Ojaj! Ha lemegy majd a nap, és feljön a hold, aludni tértek, jó anyátok mesét mond! Ó, már este van! Még 5 percet csak, bravissima, kérlek! Nem. Sosem léphettek fel akkor az operában, ha ma este nem feküztök le időben. Nézzétek, repülő bocsok! Még ébren vagytok, gézengúzok? Ó, minden este ugyanaz a hercehurca, Lola. Miért kell lefeküdni nekünk, és másoknak pedig még nem? Gyerekek, ez a táncoló bocs! Igen, ez bizony ő! Jadó! A táncoló bocsot akarjuk! A táncoló bocsot! Táncoló, kérlek! Tovább, irány az ágy, és semmi ebihalkodás a hálószobáig. Ó, ne! Megyünk! Ha lemegy majd a nap, és feljön a hold, aludni tértek, jó anyátok mesét mond. Mi csilloghatott ufáján? Gyere, nézzük meg! Áj! Ne gyertek ide! Ne gyertek! Ne! Uhu, mi a baj? Engedj szabad a Soma, vagy én. Vagy te mit, dundi galambocskám? Én mindent megteszek, amit csak parancsolsz. Mi? Jocó, mit mondtál ennek? Ennek a kedves Somának, ugye? Igen, Jocó, tökéletesen igazad van. Mindent megcsinálunk neked, Soma. Igen, te vagy a legjobb barátunk az egész erdőben. Hát, ha ezt elhiszitek, akármit is elhisztek, ez a trükk be fog válni. Ezt nem úszod meg szárazon, Soma! A bocsok ezt nem hagyják annyiban! Ha csak egyetlen szót is szólsz erről a bocsoknak, vén bajkeverő, úgy befújlak a rabszolgásító varázsporral, hogy egész életedben nekem fog szolgálni. Megértetted? Ó, igen, persze, meg, Soma! Befogom azt a nagy csőrömet, ne aggódj! Ajánlom is! Plátó, Jászmin nem jött haza az este. És Jocó se. Ne izguljatok, bizonyára elkapta őket a vihar, és a nyári szállás helyünkön töltötték az éjszakát. Nem volt semmiféle vihar. Körülnéztem az erdőben, minden csont száraz. Akkor viszont megkeressük őket. A mai nap is repülő rajttal indul. De korán keltetek ma, bocsok! Bravissima! Nem láttad a testvéremet, Jászmin? Nem, miért? És az én bátyámat, Jocót? Nem, sajnálom, Janó! Ó, nem baj, köszönjük! Várjatok!
mi történik itt? Ó, valami családi perpatvar biztos. Ó, kis béka családom, kis fiam, kis lányom, felkelt a napodon, bravissimo todon. A repülőbocsok tették. Papa, ki gondolta volna róluk ezt? Gyászos nap ez a mai, mama. Eddig azt hittük, hogy ők a barátaink. Bocsánat, nem láttátok a... Megállj! Majd jön a kétlábú, elkerget titeket. Akkor majd megtudjátok, milyen érzés az. Aljas, kegyetlen tesz volt. Rosszabbak vagytok, mint a mennyétek. Mi? Miről beszéltek ti? Ne közelíts, te kis szörnyetek! Ezért megfizettek! Nem láttad Jocót és Jászmint? Mi bajod van? Elment a hangod? Mi történt, Uhu? Mi a bajod? Mondd! Úgy látom, nagyon fél valamitől. Igaz ez, Uhu? Tényleg félsz? Jocó és Jászmin eltűntek. Uhu fél valamitől, ki tudja mitől? Valami nagy baj van itt, Valkó! Segítség! Segítség! A tojásaim! Hagy! Hagy! Ne vidd el! Segítség! Segítség! Segítsen már valaki! Jaj! Tűnjetek el a fészkemtől! Abba hagyni! Ha látok, abba hagyni! Hagyjátok! Jaj! 14 másodperc, ez új csúcs! A tojásokat rejtsétek el mind! Különben a repülőbocsok elrabolják! Én nem hiszem el, amit látok, ez lehetetlen! Gyere, vigyázz, hogy Soma meg ne lásson! Jocó, Jászmin, mit műveltek? Abba hagyni! Jászmin, nézd csak rám! Szia, Tina! Hello! Ne haragudj, most nem beszélgethetünk, mert dolgoznunk kell Somának. De egyszer együtt ebédelhetnénk, hm? Milyen varázslat folyik itt? Nem értem! Ez elképzelhetetlen! Rettenetes! Még belegondolni is szörnyű, hogy a repülő bocsok felelősek ezért a megbocsáthatatlan bűnért. A testvérem tojásrabló. És Jocó, aki a légynek se tud ártani, egyszerűen érthetetlen. Ha nem állítjuk le őket, felboríthatják a természet egyensúlyát az egész erdőben. Ha, ez mit jelent, Plátó? Minden élőlénynek megvan a maga feladata az erdőben. A madarak sem azért vannak csak itt, hogy szépen énekeljenek nekünk. Gondolkozzatok, mit tesznek a madarak? Más nem tudja? Halljuk, Béci! Rovarokat, lárvákat, hernyókat, bogarakat, minden fajtát és színűt. A mai madarak azonban már egyáltalán nem hasonlítanak ősükre. A félelmetes szárnyas gyíkra, az még ragadozó állat volt. Igen, igen, Béci, köszönöm, ennyi elég lesz. Nos, mi történne, ha minden madár elmenne? Sok millió légy szúnyog, mindenféle bogarak és rovarok árasztanák el az erdőt. Alkalmatlan lenne az életre. Ugye nem? Jaj, nem igaz. A rovarok megennék a gyümölcsöket? Lyukat harabdálnának a levelekbe, a zöldségekbe és a virágokba. Elmenekülnének a méhek és a nyulak és az összes állat. És akkor nekünk is el kellene mennünk. Szerintem te tudod az okát Jocó és Jászmin különös viselkedésének, de szégyen és gyalázat hallgatsz? Ismered az önző holló történetét, aki nem segített a barátainak? A harkályok voltak a holló barátai, és nélkül a harkályok képtelenek voltak elkergetni a kígyót, aki el akarta rabolni a tojásaikat. Végül sikerült, de ők nem feledkeztek meg a hollóról. Éjjel-nappal kopakoltak a pályán, és a holló képtelen volt aludni egy hónapig. Egy hónapig? Az kínzás! Tud beszélni! Mi történt Jocóval és Jászminnal? Ha aludni akarsz, Uhu, beszélj! Rendben, elmondok nektek mindent, de ígérjétek meg, hogy megvédtek engem Somától és a vörös parától. Meg lesz.
Tegnap délután ott üldögöltem kedvenc ágamon, éppen amikor... Ez meg mi? Egy kis orvosság, amivel valamikor egy barna medvét is fel tudtam ébreszteni. Képzeljétek, egy nyúlódó bejáratán nyomta el a téli álom, a család bent szorult. Ti is tudjátok, nehéz felébreszteni egy téli álmát halvó mackót. Tessék, gondosan célozzatok, remélem erősebb lesz, mint Csoma varázspora, de nem garantálhatom. Viszlát, viszlát, csak óvatosan! Jaj, nem akarok Soma rabszolgája lenni! Ha ez nem sikerül, ez lesz az utolsó húhogásom! Jászmin! Jocó! Kezdenek lelassulni! Valószínűleg fáradtak, talán kellene még néhány repülőbocsa helyettesítésükre. Igen, igen, remek ötlet! De jó, hogy eszembe jutott! 56 másodperc! Ma reggel olyan lassúak vagytok, mint a molylepke januárban! Elégedetlen vagy velünk, Soma? Igen, mert lazsáltok! Mozogjatok! Bocsánat, Soma, de fáradtak vagyunk. Szedd le rólam! A te barátnőd vitt innen! Ahogy parancsolod, Soma. Soma, amíg várakozunk, nem csapunk össze egy omlettet? Nem! Na végre! Irány dolgozni! Már is megyünk. Ó, nézd csak, nézd, ezek nem a mi kis repülőbocs barátaink. De, Jocó és Jászmin, igaz-e? Jaj, de örülök, hogy találkozunk. Ó, jöjj, majd máskor benézek hozzátok, fiú. Micsoda alakítás, Jászmin. Remek voltál, Jocó. Ó, hello. Szabadna tudnunk, hogy mi a dolg. Rengeteg, Soma, rengeteg. Az biztos. Ó! Oh. Köszönjük! Mindig tudtuk, hogy ti sose árultok el minket. Remélem, hogy azok az undok menyétek elnyerték méltó büntetésüket. Ők pontosan azt csinálják most is, amit megérdemeltek. Ígérjük, hogy soha többé nem lopjuk el a kismadarak tojásait. Igen, mert a kismadarak a barátaink. Igen, és a repülőbocsok is azok. Jaj, ezt nem hiszem, hogy én mondtam. Minden tojás visszakerült oda, ahol lennie kell. Végre? Ó, lehet, hogy nem mindegyik. Ezt hogy érted? Soma és Samu mindent megtett, de nagyon sok tojás egyformának tűnik. Ha a tojások kikelnek, azt hiszem néhány tollas barátunknak hatalmas meglepetésben lesz része. Ó, ne aggódjatok. Minden egyes újszülöttet örömmel fogadják majd a szülők. Higgyétek el. Furcsa, de egyáltalán nem hasonlítanak. Ó, aranyos kis pihések, nekem babusgatni pont jók lesznek. Úgy látom, még a természet is összezavarodik néha manapság. Ó, szegény Soma, milyen csalódott lesz, ha rájön, hogy az csak egy... Ne törődj vele, ha a szapor lekopik róla, megint a régi bajkeverő lesz belőle. Igazad van. De addig is, amíg lekopik, élvezhetjük bútanya alakításait! Írta Jean-Pierre Liccioni, zenét szerezte Gilles Benoit, rendezte Jean Sáró. Magyar hangok: Andrész Kati, Boros Zoltán, Bíró Anikó, Braun Vita, Fekete Zoltán, Halász Aranka, Holnándor, Horkai János, Kassa
Kassai Károly, Lippai László, Pusztaszeri Kornél, Szabó Otto, Riha Zsófi. Szerkesztő Kovács Katalin. Magyar szöveg Dani András, hangmérnök Kovács Gábor, zenei munkatárs Fenyő Zsolt, rendezőasszisztens Brezina Munka, vágó Kis László, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Varga Kéjúzse. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Rexfilm Kft. Műtermeiben készül.